Yes Yes zenekar, te egy ilyen életigenlő srác vagy? Igen, azért lett a zenekar neve Yes Yes, mert tehát Tommy Kézdivásárhelyről származik, Erdélyből, és ott az emberek mindent így szeretnek kétszer mondani nagyon gyorsan, és ők is azért szerintem az Erdélyben ott igen emberek vannak. Hogyha én is megkérdezem, hogy iszunk egy sört, Tommy? Igen, és elmondják nagyon sokszor, és valahogy annyira élveztem ezt, hogy amikor kimentem hozzájuk, mindenre azt mondták, hogy igen, hogy mondom, akkor legyen már egy, az a zenekarunk neve, hogy Yes Yes. A Trap Nature-re felkerült a zenénk, és ott most ilyen 3,5 milliónál jár a remix változata a dalunknak, az Állecsúra növénynek, ami világszinten 3,5 millió, tehát az egy nagyon nagy dolog. Természetesen az a fontos, hogy most itthon legyünk úgymond ismertek, és szerintem most a nagy duett is segített, hogy most megismerjék az arcom. Hogy lehet megélni ebből? Tehát mit kell csinálni ahhoz, hogy pénzt is keres azzal, amit szeretsz csinálni? Én ugye Szabó Ádámként sokat megyek koncertezni, és hál' Istennek a nyáron sincs mondjuk olyan hétvége, amikor ne lenne koncert, tehát én ebből élek még, úgyhogy harmonikázom, énekelek, viszont a Yes Yes-hez tényleg nagyon sok idő kell szerintem, még türelem, és sok feláldozott óra, amit belefetszölünk. Tehát ebből még nem tudnék megélni, hogyha mondjuk csak a Yes Yes nézném, kell hozzá az, hogy én Szabó Ádámként elmenjek és koncertezek, de én ezt nagyon élvezem.